estét kívánok! Mennyire hallható, amit mondok, én innen hallom, de... Jó, akkor ha nem hallatszik, szóljanak, és hangosabban beszélünk. Örömmel köszöntök mindenkit ezen a mai programon, amelynek műfajja könyvbemutató lesz. Reméljük, annál többre is jutunk. A házigazdája nagyon kedvesünk Kelet Kávézó, és a szervezői pedig egyrészt a Napvilág kiadó, amely a könyvnek is a kiadója, erről szó lesz, másrészt pedig a Filozófiai Kollégium, aki a kedves vendégek meghívását intézte. Hadd mutassam be a meghívottakat, akik részt vesznek a mai programon, legalábbis az első felében. Kis Viktort köszöntöm a sor legszélén, középen Tamás Gáspár Miklóst, én pedig Takács Ádám vagyok. És megpróbálom beszélgetni egy olyan műről, amit én kiinduló pontban minden tovább nélkül egy, és amely itt látható mindenki előtt, egy fajsúlyos és súlyos munkáról van szó. Gyorsan zárul, megjegyzem, hogy a terem végére biztos látták, kapható a beszélgetésünk ideje alatt komoly járengedménnyel. Szóval erről a munkáról, amit én minden tovább nélkül egy filozófiai klasszikusnak minősítenék, de egy olyan filozófiai klasszikusnak, ami némi magyarázatra szorul. Ugyanis az a tapasztalatom, hogy Louis Althusser, aki ennek a könyvnek a főszerzője, és akinek az életművében ez talán legjelentősebbként szerepel ez a munka, ő egy ismert gondolkodó, a nevét szokás ismerni, baloldali körökben mindenképp, de azon túl is. De az a tapasztalatom, hogy Althusser inkább tulajdonképp névként van jelen a filozófiai, baloldali, akár marxizmusokról szóló történeti vagy mai diskurzusokban. Nincs vagy olyan gondolkodóként, aki ennek a nevéhez kapásból és közvetlenül valamifajta jól kitapintató gondolati mintát, eszmetörténeti szerepet, filozófiai történeti helyzetet, marxista pozíciót tudnánk tulajdonítani. Hát ha mondjuk azt mondjuk, nem tudom, hogy Heidegger, vagy Foucault, vagy Derrida, akkor ezek legtöbb esetben ezek a nevek nem csak névértéken, hanem gondolatértéken mondanak valamit. Althusser az a vélemény, hogy nem ez a helyzet. Ennyiben bemutatásra, bevezetésre, vagy magyarázatra szorul. És az első kérdésem a meghívottaimhoz, az pontosan az lenne, hogy bevezető jelleggel helyezzék el saját gondolati palettájukon Louis Althusser, mint filozófust, miben látják az ő jelentőségét, mit írnak a javára, mit írnak a rovására, egy szóval mit tudhatunk meg az ő szemszögünkből, arról a filozófusról, akinek itt a klasszikus munkáját ma bemutatjuk és ezzel ünnepeljük. Üdvözlök mindenkit, én is ezen a könyvbemutatón, és még mielőtt belekezdenék a mondandóba, mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy ma Magyarországon mekkora teljesítmény és mekkora jelentősége van egy ilyen könyv kiadásának. Tehát az, hogy ma Magyarországon, amikor a baloldali elmélet, a kritikai elmélet egy ilyen könyvet elő tud magyarul állítani, az mindig már egy külön ünnep, és el szeretnék gratulálni a kiadónak is, és a fordítónak is. És ez több éves munka volt. A fordítóknak, igen, ez egy több éves munka volt, tehát ez mindenképpen már önmagában elismerést érdemel. De az külön öröm számomra, hogy a kiadónak, amikor egy ekkora projektbe belevágott, ugye olyan könyvet sikerült kiválasztania, amit biztos, hogy benne van, hogyha csinálnánk egy olyan versenyt, hogy melyik könyvért a legnagyobb kár, hogy Magyarországon nem fejtett ki hatást az elmúlt évtizedekben, ugye elég sok ilyen könyvet tudnám mondani, akkor ez biztos, hogy ott lenne valahol a top listán, hogy milyen kár, hogy ezt akkor egy időben ezt a könyvet nem kezelték a helyén, és nem tudta kifejteni a hatását. Ugye szokták mondani, hogy a magyar baloldali szellemi élet egyfajta elmaradottság állapotában van. Én ezt úgy szoktam inkább fogalmazni, hogy a magyar baloldali szellemi élet sokáig egy kimaradottság állapotában volt. Szóval egy csomó olyan dolog, ami máshol a világon hatott és történt, és beleépült a baloldal gondolkodásában, nálunk nem. És ez az Althusser könyv, ez ezek egyike.
és nagyon örülök, hogy itt a könyvbemutatón beszélgethetünk a Althusserről is, magáról. És hogyha az első kérdés arra vonatkozott, hogy próbáljuk meg őt elhelyezni a baloldali filozófia történetében, baloldali ember történetében, hogyha ezt plasztikusan hozzáférhetővé szeretném tenni, hogy mi az ő helye, mi az ő hatása, akkor én úgy tudnám megfogalmazni, hogy először Althussernek, kimondottan az Olvasni a tőkétnek, a kettős életéről kellene beszélnünk. Tehát egyszer volt Althussernek és az Olvasni a tőkének egy élete, egy hatása a 60-as években, amikor ez a könyv készült, ugye a készülési időszakban is már Althussernek jelentős hatása volt, és ezeknek a gondolatoknak, illetve magának a könyvnek is. És utána pedig volt egy második élete ennek a könyvnek a 70-es, 80-as években, és ma már nehéz eldönteni, hogy melyik volt a fontosabb élete ennek a könyvnek. Azt hiszem, hogy persze nyilvánvalóan ma már ugye azt mondhatjuk, hogy mivel aktuális, meg az én személyes intellektuális meggyőződésem szerint nyilván a második. De röviden szeretném elmondani pár percben, hogy egyszerűen nem túl hosszúra nyúlni, hogy mi volt ez a két élete a könyvnek. Ugye az első élete a könyvnek a 60-as évek volt, és ekkoriban ugye a híres nevezetes desztalinizáció korszakát éltük a baloldali elméletben, tehát lényegében akkorül forogtak a viták, hogy ez az egész sztálinizmus, ez az egész karaktere a létező szocializmusnak, hogy hogyan történt, és általában ugye ezt a Marx eltorzítása hipotézis mentén fogalmazták meg, tehát, hogy Western címet idézzek, egy ilyen a Jó, a rossz és a Marx című film zajlott, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a rossz volt a marxista politika, tehát a sztálinizmus, meg a létező szocializmus, akik Marxot eltorzították, és a jó meg ugye az értelmiségi volt, illetve a neomarxizmus volt, amelyik ezt a Marxot megpróbálta visszafordítani a helyes, az igazi irányra. Na most ugye az első élete ebben a könyvben az volt, hogy Althusser tulajdonképpen ebben a könyvben kvázi azt állítja, hogy óvatosabban kell ezzel bánni, mert lényegében, hogyha Marx eltorzításáról beszélünk, akkor Marxot nem csak a létező szocializmus politikai rezsimjei torzították el, hanem legalább ekkora bűne van ebben az egészben a marxista értelmiségnek. Szóval azzal fejtette ki első sorban ma a hatását ez a könyv akkor, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen Althusser a világ ellen könyv volt. Tehát lényegében ebben a könyvben, ahogy olvasni fogják majd, mérhetetlenül mély intellektuális és filozófiai szinten Althusser mindenkit kioszt, akinek köze volt a marxizmushoz. Ugye azt állítja, hogy rosszul mindenki rosszul volt eddig marxista. Senki nem értette meg azt, hogy Marx hogyan értette ezt az egész tudomány dolgot. Ezért is mondják azt, hogy a könyv elsősorban módszertani jellegű könyv. Itt Althusser azt próbálja beazonosítani, hogyan kéne jól marxistának lenni. Ugye és lényegében ugye elkörülforgatta a dolog hatása, és a másik fő tétel pedig ugye egyrészt ugye ez volt nagy hatása a könyvnek, hogy mindenkit kiosztott benne, tehát az összes vitába bekapcsolódott, ami akkor zajlott. A másik fő hatása pedig ugye azt állította, hogy a marxizmus az a Marx műveit tudományból ideológiává változtatta. Azáltal változtatta ideológiává, hogy ugye ez a könyvnek a sajátos tudomány ideológia szembeállítása, hogy akkor nevezhetünk valamit tudománynak, ha forradalmi. Ha a szerző, a gondolkodó, a tudós valami olyan tárgyat kezd el vizsgálni, amit korábban nem vizsgáltak, hogyha egy tudományos forradalmat tud beindítani. És akkor válik ideológiával, amikor semmi más nem csinálunk, csak a
valami más eredményeket, valami más kérdéseket ragózzuk a végtelenségig. És ő azt fejtette, hogy ebben az értelemben vált a marxizmus ideológiájává. Tehát, hogy a marxista, hogy most le tudjuk egymást fordítani, hogy a marxista szerzők elfelejtettek tudományos forradalmakat beindítani. Elfelejtettek, most vulgárisan fogalmazva, újat mondani. Ragozták a régit. Ez volt a másik nagy mondandója a Althussernek, ami akkor hatott. És akkor ugye az történt, hogy a 60-as években nem emelt a kettő mellett tanítványokat, és nagy hatással, majdnem mindenki hatással lekerült, és aztán utána pedig az történt, hogy 1968 után, ez ugye a nyugati és a keleti 68-at is jelentette, ebben nem akarok belemenni, tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra Althusser úgy találta magát, hogy nem kellett senkinek. De hogy ezt ráadásul még tovább menjek, úgy találta magát, hogy önmagának se kellett. Ugye gyakorlatilag Althusser 68 után az egész projektben elbizonytalanodott, önmagában is elbizonytalanodott, és azt mondta, hogy ez az egész teljesen válságba került, amit a marxizmus csinált addig, és önmaga is. És ekkor kezdődött az Althussernek a második élete, és ugye ez okozza ennek a könyvnek a nagyszerűségét, erről később fogunk beszélni szerintem, hogy amikor ez a második élete elkezdődött, akkor itt is megállta a helyét. Ez a második élete, amit én úgy mondanék, hogy ez a könyv egyszer csak ott találta magát, hogy a posztmarxizmus médiumaként kezdték használni. Tehát lényegében úgy kezdték el tekinteni rá, mint amelyik a posztmarxizmus egyik első ősforrása, anélkül, hogy tudta volna, hogy posztmarxista lenne. Köszönöm. Mindjárt látni fogják, hogy milyen különbözőképpen lehet látni ezeket a dolgokat. Először is én nem tudom, mi az, hogy neomarxizmus és posztmarxizmus, szerintem ezek a dolgok nem léteznek. De nem tudom, de a szavakat használják, tehát valamiféle értelme lehet, én nem találkoztam még ilyen dolgokkal. De a másik dolog, amit mondtál, hogy mindenféle vitákban részt vett Althusser, ilyen szempontból a legföltűnőbb sajátosságában a könyvben ezeket a vitákat nem ismerte. A 20-as, 30-as évek nagy vitái és jelentős szerzői egyáltalán szerepelnek a művében. Látható, a Lukácsot például sose olvasta, micsoda. Nem beszél a Korsról, és nem beszél a másokról, akik az ő elmélete szempontjából mérvadók lehettek volna. Úgyhogy Gramsci volt az egyetlen, akit akkor még nagyon rosszul publikáltak, és abból olvasott ő valamiket, és akkor a börtönfüzeteket még nem adták ki rendesen. De ezek mind apróságok, amit a lényegében mondott a Viktor, az persze mind igaz, és mind stimmel, és mind fontos. A legjelentősebb dolog a következő. Hogy Althusser, aki egy klasszikus, nagyon francia filozófiai képzettségű ember, ebben benne van a sajátos francia, akkori provincializmus is, Franciaországban igazából a német filozófia, az angolszász filozófia recepciója lényegesen később kezdődik el, mint ahogy ezeket a műveket Althusser megírta volna. És ezzel a racionalista francia episztemológiai tradícióval, Canguilhem és hasonlók hatására próbál egy filozófus szemmel, egy francia racionalista filozófus szemével próbált elolvasni Marxot, de mivel ő egy zseniális ember volt, és a tanítványa is nagyszerű figurák voltak, ennél azért többre ment, és föltett néhány alapvető kérdést, amelyet nyilván a sztálinizmus évtizedei alatt, mint a többi filozófiai kérdést sem, nem tették föl. Ugye azokat a kérdéseket, amelyek marxizmussal foglalkozó emberek számára teljes mértékben nyilvánvalóak, hogy alapkérdések, és amit hát filozófia történetek úgy szoktak fölvetni, hogy a Hegel-Marx viszony, ami persze nem azt jelenti, hogy itt milyen hatások voltak egyszerűen, hanem arról van szó, hogy mennyiben historizmus a marxizmus, és mennyiben nem. Ugye egy alapkérdés. A másik pedig az, hogy annak ellenére, hogy a klasszikus német filozófiával való kontinuitás jelentőségét Althusser háttérbe szorítja, a filozófiai álláspontjából fakadólagosan. Ugyanakkor azonban a legélesebb módon teóriának, méghozzá filozófiai teóriának tekinti a
marxi művet, és elsősorban, vagy kizárólag a tőkét. Közismert, hogy a másik legalább ilyen híres munkájában, a Marx című munkájában veti föl azt a híres kérdést, hogy marxistának tekinthető-e Marx 1845 előtt. Az ő híres válasz erre az, hogy nem. Az epistemológiai metszés coupure epistemologique az ugye elválasztja az idealista antropológus Marxot, a filozófus materialista és marxista Marxtól, akinek az igazi formája természetesen a tőke. De ezek üres szavak volnának, most felolvasok egy pár mondatot a Tőke tárgya című klasszikus esszéjéből Althussernek, ami a következőt mondja, hogy a marxi egésznek a sajátos struktúrájából azt vonhatjuk le, hogy már nem lehet ugyanabban a történelmi időben elgondolni az egész különböző szintjeinek fejlődési folyamatát. E különböző szintek történelmi létezési típusa nem ugyanaz. Ellenkezőleg minden szinthez saját időt kell rendelni, amely viszonylag önálló, tehát éppen függőségében viszonylag független a többi szint idejétől. Azt kell és lehet mondani, minden egyes termelési módban a termelőerők fejlődésének más és más sajátos típusú ideje és történelme van, a termelési viszonyoknak saját idejük és történelmük, 273. lap. Az, hogy ezeknek az időknek és ezeknek a történelmeknek mindegyike viszonylag önálló, nem jelenti azt, hogy függetlenek lennének az egésztől. Tehát ez a fajta rendkívül precíz és absztrakt filozófiai kommentárja a tőkének, amely a legnagyobb élességgel megmutatja azt, hogy miben különbözik Marx a klasszikus idealista filozófiától, miben különbözik a klasszikus közgazdaságtantól, miben különbözik a hagyományos pozitivista történetírástól, egyikhez sem tartozik, műfajilag is új, egy teljesen új fajta filozófiai szöveget teremt, és ennek a filozófiai szövegnek a kulcspontjai éppen azok, amelyekre maga Marx felhívja a figyelmet, hogy nem volt hajlandó az olvasók számos nemzedéke odafigyelni. Például az az elképesztő tudományos forradalom, amit ugye teljes joggal hangsúlyozó, hogy magán Marxon kívül kevés tudományos forradalom hajtotta végre a tradícióban, amely nem a munka értékét, hanem a munka erő értékét és a munka idő értékét helyezi az elmélet középpontjában, mert különbözik minden korábbi gondolkodótól, Arisztotelésztől, Adam Smithig. Na most ezeknek a specifikumoknak az éles kiemelése és éles hangsúlyozása, a marxista újdonságnak az éles kiemelése és hangsúlyozása, a különféle moralizáló, puha, humanista marxizmusokkal való polémia, amely lényegében nem egyebet céloz, mint a marxizmus sajátszerűségének a megmentését és a szigorú filozófiai karakterének a megmentését. Most ez az, ami Althusser és Steinfeld szeretném hozzátenni, semmivel nem butább ember, Rancière, meg Balibar, meg a többiek, akik ezekben a művekben közreműködtek. Ezért ugye Althusser nagyon határozottan elválik sok mindenki mástól. Pontosan a fiatal Marxsal kapcsolatos elutasító álláspontja volt az egyik oka annak, tehát filozófiai oka volt arra, hogy neki miért volt egy sajátos álláspontja 1968-ban és környékén. Lényegében politikai értelemben maoista volt, illegálisan, ha úgy tetszik, mert maoista művei név nélkül közölte, mert stratégiai és filozófiai megfontolásból nem volt hajlandó kilépni a francia kommunista pártból, ott akart lenni, ahol a mozgalom van. Ezért a maoista művei azok névtelenül jelentek meg a maoista füzetekben, és amelyben ő azt a fajta forradalmat, amelyet végbe menni látott Kínában, a kulturális forradalmat, és nagyon sokra tartotta például Mao-nak az ellentmondásról szóló klasszikus munkát. Ez az álláspontja, amelyben a humanista marxizmusokkal szemben állt, a sztálinistákkal szemben állt, a francia kommunista párton belül egy ellenzéki álláspontot képviselt, ugyanakkor nem volt magányos. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem volt magányos, a legelismertebb francia gondolkozók közé tartozott már viszonylag fiatal korában, róla már Foucault mondtak életében, hogy klasszikus, és így tovább. Tehát ő bizonyos értelemben a francia értelmiség legmagasabb presztízsű rétegéhez tartozott örökké, nem volt egyáltalán elszigetelt, átjönbe szorított.
és óriási hatással volt az egész világon, és van ma is, van egy hatalmas reneszánszal, nem is csak Franciaországban, hanem másutt is. És hát az, hogy Magyarországon ez egy akkora tény, mindenképpen ez nagyon komoly munka volna akármilyen körülmények között, ez a sajátos magyarországi körülmények következménye, ami szintén igazán Viktornak, mert szeretném, igen, ezt még egy mondat, szeretném közölni, hogy egy ilyen könyvnek a megjelenése, akármilyen örvendetes, mondjuk egy olyan civilizált országban, mint mondjuk Irán, vagy Törökország, vagy Románia, vagy Szerbia, semmiféle különösebb szenzációt nem jelentene, ahol ilyen típusú, ilyen minőségű és ilyen radikalitású művek minden hónapban megjelennek. Ez csak Magyarországon van így. Hát Magyarország bizonyos esetben a legreakciósabb ország az egész világon talán, talán Paraguaytól eltekintve, vagy Burkina Fasótól, de egyébként, mert azokat nem ismerem. És az is lehet, hogy ebben is tévedek. De meg kell mondanom, hogy remélem, hogy ez egy kezdet. Remélem, hogy ez egy kezdet, és hogy megjelennek a klasszikus irodalomnak, marxista irodalomnak a legnagyobb művei, majd sorjában, mert a legnagyobb vicc mégiscsak az, nem az, hogy Althusser kevéssé ismerik, vagy kevéssé olvassák, hanem a történelem és osztálytudat is egy olyan könyv, ami láthatóan semmiféle befolyást nem gyakorolt a magyar kulturális életre, de talán majd elkövetkezik ez a pillanat is, pont. Jó, köszönöm. Köszönöm, nem mondjuk még az a nekrológot, csak most kezdünk. De én igazából kérdezni szeretnék, de ha Kocsmai bunyó lesz abban, és szeretnék kimaradni, ezért Gazsi felvetésére két dolgot jegyezek meg. Szerintem a vita, amit Viktor említett, az nem a 20-as évek vitájára valókult, hanem a 60-as évek francia filozófia életének vitájára. A Althusser valóban nagyon erősen angazsálta magát, mind a Hegel szerepéről szóló vitában, mind a fenomenológusokkal való vitában, mind Sartre való polémiában, mind a strukturalista vitában. És ebben tagadatlanul, hogy vezető szerepet játszott. A 20-as évek vitáit valóban nem ismerte és nem is akarta megismerni, lévén ő azt már ideológiai elhajlásnak tekintette. Ami Lukácsot illeti viszont, azt tudjuk a hagyatékból, hogy pontosan annak a fejezetnek a kidolgozása közben, amelyikből idéztél, abban újraolvasta a történelem, újra vagy először olvasta a történelem osztálytudatot, erről komoly jegyzetek vannak az Althusser archívumban, és talán az a totalitás fogalom, amit az idézetetben volt, nem független egészen a lukácsi totalitás elképzeléstől, a koncepció, és nem a fogalom, és nem a koncepciónak a szintjén. De, hogy lépjünk tovább a könyv irányába a következő kérdéssel, az pedig arra vonatkozik, amit mind a ketten már érintettetek, sőt Gazsi bele is nyúlt darásfészek körülös közepébe, nevezetesen, hogy ez a munka az Olvasni a tőkét címet viseli, és vállalt szándéka az, hogy Marxnak a tőke című, és mindannyian ismert, és most már ünnepelt, mondom, még működik, tehát 150 évben megjelenését ünneplendő könyvét a marxista értelmezések középpontjába állítsa. Most nem úgy, hogy ezt parafrazálja ezt a munkát, nem úgy, hogy megpróbálja kivonatolni a legfontosabb gondolatait, nem úgy, hogy kommentálja az egyes tőke egyes könyvét, hanem úgy, hogy megpróbálja helyre tenni Marx munkáját, ezt a művet, mondván, hogy Marxnak nem sikerült a legjobbat kihozni a saját magából, mert a felfedezés munkájában és a felfedezés lázában égbe tulajdonképpen nem használta ki a legtöbb filozófiai elméleti adottságát annak, amit Tőke című műként hagyott ránk. Ez az olvasat, tehát radikálisan unortodox olvasat, és azzal a szándékkal készül, hogy megpróbálja Marxot nem csak a saját színvonalára, de annak a kornak a színvonalára felhozni, amely Marxból igyekszik profitálni a 60-as évek közepén, akkor nagyjából 100 éve tehát. A kérdésem a következő. Hogy látjátok, mi a filozófiai potenciál egy ilyen vállalkozásnak? Mit tudhatunk meg abból, ha valaki újra akarja olvasni? A másik is lassan kezdve. Mit tudhatunk meg abból, ha valaki újraolvasni akarja a tőkét, van-e értelme ilyen projektet csinálni? Nélkülözhetetlen ez bármihez? Érdemes-e a tőkében adott kapitalizmus elemzést olyan módon folytatni, olyan fogalmak mentén folytatni, ahol ezt megkezdte? Köthető-e mai marxista, vagy akár a 60-as évekbeli marxizmus gondolata egy olyan projekthez, amit ez a nagyszabású vállalkozás céloz, nevezetesen forradalmasítani marxista gondolkodást a tőke újraértelmezéséből kiindulva? Csak annyit
aztán átadom neked a mikrofon. Az, hogy erre van egy pragmatikus válasz, hogy most csak azt akarom mondani. Van egy kitűnő tudományos társaság, aminek az a neve, hogy Marx and Philosophy, és ennek van egy recenziós folyóirata, Marx and Philosophy Review of Books, amely csak a filozófiai szempontból Marx szövegekkel foglalkozó műveket recenzálja. Heti két könyvet szoktak recenzálni, ami a marxi szövegek mostani földolgozásáról szól, csak filozófiai szempontból, mert nincsenek benne a közgazdasági könyvek. Ez évi 100 könyv körül van, amelyeknek a 90%-a csak angol nyelvű, ebben nincsenek benne a spanyol, olasz, francia és mindenkülött német nyelvű könyvek, amelyek szintén hatalmi mennyiségben. Tehát azt, hogy tehát pragmatikus azt kell mondani, hogy sokan tartják érdemesnek ezt csinálni. Ez persze önmagában nem ér, csak mégis mutatja azt, hogy az érdeklődés az hatalmas és növekszik. Soha nem volt ekkora marxista irodalom a világon, mint éppen most. Na hát én ugye hogy az ilyen kérdéseknek azért örülök, mert ugye én nem vagyok filozófus. Ellenben hozzá tudok szólni, és ez ugye sokszor problémát okoz. Na, de komolyan fordítva a szót, azt hiszem, hogy ugye ott kellene kezdenünk, ugye, ha már a könyvbemutató jelleget meg akarjuk őrizni, és nem akarunk tudományos konferenciába átmenni, hogy ugye amikor elkezdett szerveződni ez a könyvbemutató, meg elkezdett terjedni, hogy megjelenik ez a könyv, akkor így azzal kezdtem szembesülni, hogy ez egyre inkább egyfajta eseményé válik a magyar szellemi életben. Tehát, hogy ahogy láttam a Facebookon, hogy mennyien jönnek, meg láttam, hogy egyre több helyen beszélnek róla, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen egy Olvasni a tőkét című könyv, az miért kelt fel ekkora érdeklődést? És akkor rájöttem, hogy hát igen, azért kelt fel ekkora érdeklődés, mert ma van egyfajta izgalom vagy bizsergés a MASZ tőkéje kapcsán, még Magyarországon is. Tehát ugye egyrészt a 150 éves évforduló, másrészt ugye a Piketty-nek a könyvének a megjelenése, harmadrészt az olyan műhelyek, mint a világrendszer elmélet, vagy a társadalmi reprodukció elmélet. Ez mind valami módon a marxi politikai gazdaságtan, közgazdaságtan, marxista politikai gazdaságtan, közgazdaságtan alapján áll. És akkor eszembe jutott, hogy hát igen, most feltétlenül ez kezdi érdekelni az embereket, hogy ez a könyvnek a megjelenése. És akkor elgondolkodtam, hogy nem lesz ebből baj. Már abból a részéből, hogy amikor a kezébe veszik az emberek ezt a könyvet, akkor rá fognak jönni, hogy ez pont arról szól, hogy ahogyan a Marx tőkét politikai gazdaságtani, meg pozitív közgazdasági tani műként értelmezték, az teljesen téves. Pont arról szól ez a könyv, hogy ezt a könyvet egy filozófia, pontosabban én úgy mondom, hogy tudományfilozófiai, meg egy társadalomelméleti műként kellett volna forgatni már a Marx tőkéjét. És ez mint egyfajta használati utasítás is nagyon fontos lesz szerintem ehhez a könyvhöz, hogy amikor elkezdjük olvasni, akkor egy olyan könyvre számítsunk, amit azért nem lehet nem olvasni, mert egy egészen más kép fog belőle kibontakozni a tőkéről, mint amit mi eddig tudtunk ennek a műnek a tartalmáról, vagy jelentőségéről. És tulajdonképpen ez is okozta ennek a könyvnek akkoriban a nagy hatását. Ugyanis Althusser azt a kérdést tette föl, hogyha tudjuk, hogy Marxot máshogy kéne értelmezni, mint ahogy mondjuk a sztálinizmus tette például, akkor ugye ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy de honnan tudjuk, hogy hogyan? És ugye itt köt bele például Althusser a humanista marxizmusba, amit aztán olyan jól kihasználtak és visszaértek a létező szocializmus teoretikusai vele, ezt a utolszóban nagyszerűen a Ádám leírja, nem is, bocsánat, nem az Ádám, a Kalibár írja le, de ez mindegy. Szóval... hogy pont ebbe kötött bele a humanista marxisták, hogy mai marxistákban, vagy a humanista marxistákat valahogy végül nem az érdekelt, hogy akkor hogyan gondolkodott a Marx, hanem azt kezdte érdekelni, hogy mit szeretnének ők, hogy hogyan gondolkozzon a Marx.
Szóval, hogy ők szerettek volna látni egy humanista, morálisan megalapozott, a létező szocializmusnak a legsötétebb dolgai iránt kritikus Marxot, és akkor ezt szépen beleolvasták a Marxnak a fiatalkori műveibe. És ezt csak azért tenném hozzá, hogy ez magyarázza azt, hogy ugye Althusser miért a tőkével próbálkozik. Hogy miért a tőkével próbálkozik, mert ugye azt mondta, ugye neki volt, ahogy a Gazsi is idézte, az az alaptétele, hogy van egyfajta módszertani fordulat Marx életében, a fiatal Marx és az érett Marx között. És ugye ennek az érett Marxnak az egész pályának a csúcspontja a tőke. Tehát ugye az volt Althusser elgondolkodása, hogyha meg akarjuk tudni, hogy Marx hogyan gondolkodott, akkor hát ennek a tőkének kell a középpontjába állni, és nem mondjuk a német ideológiának, vagy a gazdasági filozófiai kéziratoknak. És ő éppen a tőkéből akarta megtudni, hogy a Marx hogyan gondolkodott. De ezt hogyan tudjuk meg? És erre találta ki ezt a bizonyos szimptomatikus olvasatot, ami ugye akkoriban elég izgalmasan hangzott a marxizmuson belül, és elég jó újszerű volt. És ezen keresztül tudott ő nyitni egy új kaput a tőke irányába, amit nagyon nagy baj, hogy Magyarországon nem ismernek. Jó, hát az egy kicsit túlzás, hogy nem ismernek, végül is megjelent magyarul, sőt, amikor meg is beszéltük az Ádámmal, hogy ezt meg fogom említeni, ez kimaradt véletlenül a... Igen, jó, megjelent ugyanis Erdélyben, Brettei Győr szerkesztésében egy másik válogatás, 77-ben. Kriterium. Kérem? Kriterium. Igen? Mi mondtam? Nem mondtad a kiadót, csak ja, nem is érdekes, nem volt ott igazán más kiadó. Úgyhogy igen, megjelent Romániában, Magyarul, és részben átvételek a Gerőféle régi fordításból, részben pedig új fordítások, és egy érdekes utószóval Brettei Győr tollából. És volt hatása azért, volt hatása a magyar nyelvterületen is, és de hát valóban ez elmúlt. De természetesen még hatalmas vakfoltok vannak a marxizmus ismeretében, természetesen kimarad a teljes kritikai elmélet, amelyből alig ismert valami, különösen ugye hát a Frankfurt iskola bizonyos írásai ismertek, csak a kritikai elmélet ugye máig létezik, és az igazi elméleti kifejlődése az utóbbi évekre tehető. És az új Marx olvasat és más iskolák munkásságában. De mindegy, szóval kétség kívül maga Althusser nagyon különbözik a különféle politikai ellenfeleitől kétség kívül. Egyrészt az ő ellenfele a francia kommunista pártban az azóta elfeledett, joggal elfeledett Roger Garaudy volt, aki ugye a közszolgálatiság egyik vezető figurája volt, aztán fasisztaként végezte Isten nyugosztálya. Minden esetre, ami igazán érdekes, hogy ugye az igazi kontrasztot, ha megnézed a korabeli, igazi forradalmi marxista elméletekkel, az igazi kontraszt az az operaismóval, ugye a francia opera, az olasz operaismóval szemben alapítható meg, a Negri, a Tronti és mások fölfogásával, ami legalább egy olyan érdekes elméleti kezdeményezés, és ahol nyilvánvaló, hogy a spinozisták és a hegeliánusok, ha szabad így nevezni, marxista elméletben kicsikből szemben állnak egymással, és az olasz operaismo az kétség kívül nem az a puha, antisztalinista, olvadásos, humanisztikus marxizmus volt, amit sokan propagáltak Kelet-Európában, egyébként ideológiai és politikai értelemben bátran, hanem egy másik forradalmi elmélet. Nem szabad megfelelkezni róla, hogy Althusser és a barátai ezek kommunista forradalmárok voltak, ez nem egy puha elmélet, de politikailag is megvan az éle, mindenféle elméleti engedménynek az elutasításával, ez többek között az ortodoxiára tett, az értelmes ortodoxiára helyreállítására tett kísérlet. Mert annyiban egyetértett Althusser a marxista humanistákkal, hogy a sztálini korszaknak az ideológiát revizionizmusnak tekintette, ő nem ezzel a szóval élt, mások éltek ezzel a szóval, tehát a marxista elmélet meghamisításának, vagy téves interpretációjának tekintette, legalább olyan élesen, mint az ellenfelei, az ő ellenfelei, nem igazából a sztálinisták voltak azok, hogy túllépett, hanem azok, akik egy félreértelmezett Gramsciból és fiatal Marxból és nem tudom micsodából összeállított ideológia alapján próbáltak egyfajta olyan
marxizmust előállítani, amely az elmúlt szörnyűségek fényében nem érthetetlenül valamiképpen demokratikus garanciát jelent a diktatúrával és egyéb borzasztóságokkal szemben. Ez volt a motivációja természetesen a marxizmusnak, és ezt az egész ideológiai kérdésföltevést Althusser félretette. Nem, hogy a számára nem lett volna ez egy fontos politikai kérdés, mint hogy mindenki számára, de nem ezt tekintette joggal egyébként, vagy igaza volt, nem ezt tekintette az elmélet középpontig kérdésének, hanem filozófiai kérdéseket, és akkor itt a Rancière-ből fog megjelenni, idézek egy bekezdést, és aztán akkor menjünk tovább érdekesebb kérdések felé, de hogy lássák, miről van szó. Azt mondja, hogy az alany a termelés részvevője ezekben a szövegekben hordozóként van definiálva. Rancière, Marxnál már mind, ez fontos fogalom, Marx gazdasági tárgyaló definiálására használta, egyszerre szolgál az alany és a tárgy meghatározására, jól mutatja a végben fogalmi átrendeződést. Ugyanis a kéziratokban, a gazdasági filozófiai kéziratokban a központi fogalom pár az alanyi tárgy vagy személy dolog páros. A gazdasági valóságot meghatározó viszonyok az alany tárgy fogalompár által meghatározó szférában maradnak, na ez az, ami a tevékenység, a processzus és az új szubjektivitás elmélet révén Marx túllép. Ez a klasszikus filozófiának az alany tárgy személy dolog megkülönböztetése, ami az élet Marxnak az igazi elméleti forradalmá már nincsen benne. Tehát az igazi elméleti újdonság lényegében ez valóban olyan megtisztítása ennek a talált tárgynak, ami egészen fantasztikus és mai napig föltétlenül olvasandó és tekintetbe vendő összes merevségeivel és hibáival együtt, amik nem érdekesek az érdemei, ezek a könyveknek sokkal nagyobbak. És szeretném hangsúlyozni, hogy ezt Althusser nem csak Marxon hagyta a végén, élete végén a pszichoanalízissel kapcsolatos kutatásaiban, a Lacannal folytatott, nem is vitában, inkább eszmecseréjében, vagy dialógusában. Tehát lényegében az egész modern társadalmi elméletnek a megújításában nagyon fontos szerepe volt és van, és hát ilyen értelemben mindenki, aki foglalkozik marxista elmélettel, nyilvánvaló, hát az elmúlt 40 évben, 50 évben, hát nyilvánvalóan a folytatója Althussernek, kiiktathatatlan a fejlődésből, és hát valamennyien, akik marxizmusra fordultunk az utóbbi évtizedekben, többek között, hát azért mégiscsak az ő tanítványai is vagyunk. Jó, ez adja, így nem tudom kihagyni, hogy rákérdezek arra, ami mind a kettőtök mondani valóban benne volt, Gazsébak kicsit élesebben, de Viktor is e körül járt. Nevezetesen, hogy van két olyan, minimum két olyan gondolata ennek a munkának, ami nyugodtan és filozófiai egyszerűséggel megfogalmazható, és a kérdésem az, hogy mi a véleményetek, milyen deskriptív vagy magyarázó ereje van ezeknek a gondolatoknak, abban, ahogy ma a baloldali elméletben, a kritikai társadalmi elméletben, a marxista elméletben boldogulni próbálunk a körülöttünk lévő valósággal. Az egyik tézise Althussernek az az, hogy a történelmi és társadalmi, és erre utalt Gazsi előtti idézete Rancière-től, a történelmi és társadalmi valóság magyarázatában a szubjektivitás kategóriájától el kell tekintenünk. Tehát a szubjektum az nem egy olyan instancia, amit alapul kell vennünk ahhoz, hogy megértsünk tulajdonképpen a körülöttünk lévő valóságot, ennek társadalmi és történeti konstitúciójában. A szubjektum maga is egy képződmény, maga is egy produktum, ugyanúgy, mint ez a könyv, semmiben nem különbözik tőle. A szubjektumot tehát nem magyaráznunk, a szubjektum magyarázatából nem tehát kiindulunk, hanem meg kell magyaráznunk, hogy a szubjektum egyáltalán hol jön létre, és a történelmi és társadalmi megértése magából a történelmi társadalmi folyamat saját szükségszerű és esetleges folyamataiból és lefutásaiból kell kiindulnunk. Első kérdésem tehát az, hogy mi a véleményetek erről a deszubjektivált marxizmusról? Lehet ezzel ma élni? Kapóra jöhet ez valamihez? Látjátok ebben a deskriptív erőt? A másik gondolat pedig ehhez kötődik némileg ellenmond, de ez az, hogy Althusser azt gondolja, hogy a marxizmus semmilyen értelemben nem lehet empiricista gondolkodás, nem épület fel a létező tudományok, szabtudományok adataira támaszkodva, nem épület fel valamilyen keresetlen vagy fenomenológiailag kivitelezett valóságértelmezésből támaszkodva. Marxizmus tiszta gondolkodás, fogalmi gondolkodás,
a társadalom és történelem fogalmait kell először elsajátítanunk, ahhoz, hogy elkezdhessük ezen a szinten gondolkodni, és aztán ezen a szinten kell végigmaradnunk, nem szabad engedményt tennünk az empirikus csábításnak. A marxizmus tehát tiszta gondolkodás, tiszta konceptuális forma, amely lehetővé tesz azt, hogy a valóság logikáját pillantsuk meg. Itt nagyon radikális filozófiai tézis, de a teljes antiszubjektivizmus egyik oldalról, másrészt tiszta gondolkodás másik oldalról. Kérdésen nem az, hogy most nem arra igány, hogy Althusserrel értelmezzük ezt, megtehetitek, de engem inkább az érdekelne, hogy ti a saját gondolkodói praxisotokban, azon módon, ahogy ti elemeztek, látjátok-e használt egy ilyenfajta megközelítésnek, ennek a kétfajta megközelítésnek ma? Remélem, működik. Hát az első kérdésre egyszerű a válasz, és ugye ez volt az, amire utaltam még az első megszólalásomban, hogy a Althusser-nek ez a bizonyos második élete, amiről én beszéltem, ez a második élete az, hogy ő ma elsősorban a posztmarxizmus médiumaként van jelen. Ugye, és ezt úgy kell érteni, hogy ugye biztosan ismerik önök közül sokan, hogy ugye a marxizmus Marxián sokszor játszott ezzel a majom anatómiája és az ember anatómiája hasonlattal és az egymáshoz való viszonyuk boncolgatásával. Na most ugye ezt a marxizmus és a posztmarxizmus kapcsán ezt egy másik evolúciós hasonlattal tudnám mutatni, ugye, hogy az evolúció a majom és az ember viszonya között mindig keresi, azt feltételezi, hogy kellenek lennie átmeneti formáknak, tehát olyan formáknak kellett lennie, amelyik már nem majom, de még nem ember. És ugye az evolúció azt mondja, hogy ha megtalálnánk az ilyen formákat, akkor megértenénk azt, hogy valójában mi az emberi válásnak a tartalma. Akkor ugye ezekben a formákban tudnánk megállapítani, hogy mi az emberi válás tartalma az átmeneti formákban. Na most, hogyha a marxizmus meg a posztmarxizmus viszonyát nézzük, akkor én, és éppen az Ádám által felvetett két téma kapcsán például, ez jó példa erre, azt menném állítani, hogy ennek a könyvnek ma az az igazi jelentősége, hogy a marxizmus és posztmarxizmus viszonyában ez az egyik ilyen átmeneti forma, amelyik már nem majom és még nem ember. Most nem akarom azt mondani, hogy marxisták a majmok, a posztmarxisták az emberek, de értik a, nem erről szól, de hogy értik a különbséget. Tehát ez az a könyv, ami már olyan határokat feszített szét, amelyek után már túljutott a dolog azon, amit vissza lehetett tuszakolni az eredeti marxizmusba. Tehát például az Ádám első kérdésére, hát tulajdonképpen, hogy csak a Ernesto Laclau-nak a munkásságára gondolunk, akkor az egy az egybe pont ez, de tényleg a fél poststrukturalizmus is pont ez a konstruált szubjektumnak a problematikája, ami hát persze hozzám közel áll. Most a második kérdés, az persze olyan mély filozófiai problematikát érint, amiben én nem vagyok olyan erős, nem is akarok úgy csinálni, mint aki az, de ami viszont mindenképpen az Althussernek az egyik üzenete, és ezzel is kiengedett egy szellemet a palaszból, és a könyvben ez a szellem, ez végig ott van, az a szellem, hogy azt állította, hogy a mindenkori marxista gondolkodásnak, tehát az abban a kornak, a társadalmának, az elemzésének, amiben élünk, mégpedig marxista elemzésének, mindig van egy olyan jelentős dimenziója, egy olyan jelentős tartalma, amelyik nem olvasható ki Marxból és a marxizmusból. Tehát amit a filozófusnak kell hozzátenni. És hogy őt lényegi, az én olvasatomban őt leginkább az érdekli, és ugye hát ez egész, én legalábbis így értem az ő művének az üzenetét, hogy hogyan tudjuk azt, hogy ez hogyan kell hozzátenni ezt a tartalmat, ami nincsen benne. És számomra ez a gondolkodás, a tiszta gondolkodás rész a Althusserben talán erre utal, hogy ennek a válasznak a része számomra, hogy hogyan kell hozzátenni. De hát ezzel nem értetek egyet. Igen, én továbbra sem tudom, mi a posztmarxizmus, de minden esetre én csak egy szerencsétlen, ócska marxista vagyok. Na most én azt hiszem, hogy de van ez terminológiai kérdés, és talán nem olyan lényeges. Viszont egy nagyon kínos út. Ugyanis
az Althusszernek az objektivizmusa a szóról szóra azonos a klasszikus francia szociológiának, Durkheimnek és Alfaxnak és másoknak az objektivizmusával. Az, hogy ezek a társadalmi tartalmak, ezek tárgyak, ugye ez Durkheimnek származik, és ilyen értelme, és megvan az előzménye Saint-Simonnak, úgyhogy ez lényegében a francia racionalizmus egyik fajtájának a nagyon klasszikus folytatása, és ilyen értelemben nem jelent igazi módszert, ami újdonságot. Ami, de hát miért ne használhatna valamit a francia racionalista tradícióból? És ennek a jelentősége ebben az elméleti fordulatban az a következő. És itt a leghatározottabban nem értek egyetlen. Ugyanis az az elemzés, amelyet Marx többek között az árufetisizmusról nyújt a tőke híres fejezetében. Továbbá az a... És szóval, bocsánat, tehát ott arról van szó többek között, hogy Marx magyarázatot kíván nyújtani arra, hogy miért jelenik meg fordítva a tőkés termelés folyamatában az objektum és a szubjektum. Ő nem azt állítja teljesen paradox módon, ugye, ami személyesnek tűnik, az nem személy, ami szubjektívnek tűnik az objektív, ami objektívnek tűnik a szubjektív. Nyilvánvaló, hogy ez a tőkés termelés és a tőkés rendszer egy alapvető karakterisztikuma, ezt Althusszer egyáltalán nem látja. Egyáltalán, ez persze joga van neki, hogy ne lássa. Ő azt gondolta, hogy ez így nem helyes. Azt gondolta, hogy a szubjektumnak, az a szubjektivitásnak, a szabad embernek az eltüntetése a folyamatokban, az félrevezető analízis. Mindkét oldalon, a termelési folyamat mindkét oldalán objektivitások állnak, ez egy rendkívül érdekes hipotézis, kétségkül Marx eredeti intencióitól távol áll. Szóval azért az, hogy Althusszer és az iskolája zseniális emberek vált, az nem azt jelenti, hogy akár ilyen lényeges kérdésében igaza volt, legalábbis Marx interpretátorként nem. Egyébként természetesen lehetnek igaza Marx-szal szemben, miért lehetnek, persze. Úgyhogy ami viszont, ha úgy tetszik, hasznos az a kérdésen, hát igen, egyfajta ilyen marxizan szentimentalizmussal szemben kétségkívül, hogy hasznos ellenszer, ilyen értelemben jó metodológiai injekció, amely... Nem zavar a zongora szó. És... És na, úgyhogy azt hiszem, hogy persze ennek mindenképpen óriási haszna volt, és óriási haszna volt, ha úgy tetszik, politikailag. Tehát a mindenféle ilyen reformista, humanista és egyéb ilyen eltévedésekkel szemben föntartotta a radikális attitűdöt. Aztán, hogy ebben teoretikusan igaza volt, sem, azért más kérdés, szerintem nem, de lényegében a könyv egykori ideológiai, érzelmi, politikai súlya szempontjából persze nagyon fontos, és ilyen értelemben rám is hat, ha úgy tetszik, a gondolkodási stílus tekintetében. És akkor egy kérdés mindenképp szeretném még nektek szegezni, lévén, hogy ezt is érintettétek, de azt, hogy megérdemli, hogy még kicsit szorosabban is górcső vele vegyük. Ez a Althusszer kelet-európai, közép-kelet-európai recepciónak a kérdése. Én azt mondanám, mind a kettőnök egyetértve, de mégis egy kérdési formában, hogy, vagy egy kijelentési formában a kérdést lehet majd feltenni, hogy Althusszer a 60-as évek végétől kezdve jelen volt Közép-Kelet-Európában, valami fajta recepciója is volt, de hatás, valódi hatása nem volt. Megérjétek egy rövid felsorolást. A 68-as Kossuth kiadónál megjelent magyar kiadás, ami rendkívüli könyv azóta is, mert Althusszer előszavazta és válogatta a magyar olvasók számára. Ott az első, tudom, az első a régióban megjelent Althusszer könyv. 70-ben már románra lefordították a teljes Marx, Pur Marx című Althusszer szövegválogatást. 75-ben ez a könyv megjelent lengyelül, teljes egészében. És innentől kezdve lehet jugoszlávul, vagy bocsánat, szerb-horvátul 72-ben jelent meg. Szlovénul is. Szlovénul is, szóval lehet folytatni a sor.
Ugyanakkor, ha valaki megnézi a recepció történetén ennek a Althusseri gondolkodás, azt fogja látni, hogy nagyon kritikus a hozzáállás, és nem extrém esetekben, hanem mainstream esetekben, ez például a magyar recepcióra különösen igaz, Althusser gondolkodását a sztálinista vagy neosztálinista jelzővel ellátott gondolatirányzatba sorolják be. Ugye érdemes emlékezetni rá, hogy azzal kezdtünk, hogy Althusser Viktor ezt mondta, hogy, ne, hogy a desztálinizációnak egyik jelentős gondolkodója nyugaton. Hogy lehet az, hogy keleten pedig a sztálinisták közé sorolják őt be, ideológiai ellenforradalmárnak becézik, egy társadalmi szemlében 74-ben megjelent cikkben Althusser Molnár Erik gondolkodásához hasonlítják, aki ismeri, Rádi Péter írta ezt a cikket, aki ismeri ki Molnár Erik, az tudja, hogy hát nehéz ennél tudományos szinten mélyebbre süllyedni. És ez az a hozzáállás a lengyel felfogástól sem volt igaz, és a jugoszlávokat sem kimélte, ahogy erről tájékozottam ottani barátaimról. Ha hozzáteszünk mindehhez, hogy Althusser sokáig strukturalista gondolkodónak tekinteni, ez az ő általános besorolása filozófia történetileg, és Közép-Kelet-Európában a strukturalizmusnak kiváló hagyományai van, mondantól innen származik az egész gondolati áramlat, a cseh, a prágai körből, és aztán a 60-as években a tartó és a szovjet nyelvészek körében dívott irodalmárok, esztéták keresztbe kasba vitatták, minden országban volt legalább egy strukturalizmus vita, még inkább kíváncsi vált az a kérdés, hogy miért nem talált Althusser strukturalista marxistaként, aki nyugaton a desztalinizáció gondolkodója volt, valódi és produktív esélytársa ebben a régióban. Ennek nagyon kínos okai van. Az egyik az, hogy Magyarországon a strukturalizmus az egy kifejezetten antimarxista irányzatként jelent meg, és többek között azért lett népszerű, annak Hankis elemére, egykorú irodalomtudományi munkásságára, stb. Tehát az, hogy egy marxista vagy strukturalista legyen valaki, az akkori légkörben nem számított sem rokonszenvesnek, sem érthetőnek. A másik pedig az, hogy akkor kezdődött a Magyarországon az a reformfolyamat, amely a piac felé tájékozódott, és ennek volt a szövetségese a humanista marxizmus akkori kelet-európai variánsa. Következésképpen marxista ortodoxiára törekvő személyt sztálinistaként kellett delegitimálni. Ezek az állítások, amelyeket jól tettek annak idején, csak egyszerűen nem voltak igazak. És hogy röviden és egyszerűen fogalmazom. Jóhiszemű, de téves állításoktól készakadt rágalmakig minden megtalálható volt itt. És kétség kívül emögött állt egy politikai harc, a reformista, piacbarát, humanista, a szocialista forradalomnak és szocializmusnak a sajátszerűségét és különállását tagadó álláspontok között, illetve a hagyományos baloldal között, akik itt meg akarták jelentetni annak idején, meg terjeszteni Althusser munkáit, ezek között valóban voltak sztálinisták. És szintén fegyverként kívánták használni Althusser, amit az ellenkező irányban, ha úgy tetszik, a jobboldali revizionista, reformista, nem tudom milyen törekvések hívei is fegyverként kiválták őt használni. Következésképpen egyikük sem olvasta őt pontosan, egyikük sem olvasta őt adekvátan. Ennek következtében elsikkadt az egész dolog. Én tudom magam is, meglepődtem, hogy Kolozsvárról Pestre jövet, hallottam, hogy egy jeles magyar értelmiségitől, amikor ugye Althusser szegényen megőrült, mint tudják, és egy elmebeteg pillanatában akaratlanul megölte a feleségét, és akkor mondták, hogy ja igen, az elméleti antihumanizmus. Ugye? Na már most, tehát ő kicsit egy rossz hívű emberré vált, hogy mondjam, az akkori haladó körökben, amely számomra egy pillanatig fölfoghatatlan volt, akkor fölfogta mi a politikai súlya és tétje a dolognak. Mindehhez Althusser munkájának, Marxnak, az emberi forradalomnak az égvilágon semmi köze nincsen, vagy nagyon kevés. Úgyhogy sajnos ez van a dolog mögött, és ez nem igazán rokonszenves ügylet, és nem is túl épületes, és nem is elméletileg meg nem ér semmi. Hát igen, ugye vannak a baloldal hagyományában ilyen kegyetlen szörnyű tömeggyilkosok, mint Lukács György és Althusser, akik egyszerűen emiatt nem érdemes velük foglalkozni. Tehát. Sőt, mások is. Na, de komolyan fordítva ezt a szót, ugye, hogy
Aldusszerrel itt, azt hiszem, hogy a kelet-közép-európai kontraszt is nagyjából Ádám összefoglalta, de ami még talán ebből a képből hiányzik, hogy Aldusszernek a recepciójának az volt a sajátossága, hogy ebbe a recepcióba az álltott neki legtöbbet, hogy a korai időszakban elég erősen beletette a kezét ebbe a recepcióba a hatalom. És úgy hozták be a régióba Althusszert, hogy mindent szépen behoztak belőle, ahol a rendszert reformálni akaró és másfajta marxizmus keresőket kritizálta, mert ugye olyan említettem, mindenki kritizált, tehát ahogy a kritikai elméletet kritizálta, meg Sartre-t kritizálta, meg az existent, a hegelizmus kritizálta, azt mindent szépen behozták. Azokat meg, amit meg esetleg úgy kritizált, hogy az a rendszert érintette volna, azokat meg nem hozták be. És ebből az a kép keletkezett, hogy Althusszer egy olyan ember volt, aki a rendszer szekerét tolta, a legbűnösebb sztálinista, és ugye ez a gyakorlatilag ilyen értelemben a felét hozták csak be, és ebből ugye ez ezért keletkezett, én úgy érzem ez a torzulás. És a másik torzulás pedig ugye szerintem onnan keletkezett, hogy tulajdonképpen amikre Althusszer törekedett, arra ugye itt a bal oldalon a rendszerváltás előtt és után tulajdonképpen kinek volt szüksége. Tehát ki akart itt olyan baloldalt csinálni, amelyiknek nem tetszik a humanista baloldaliságnak egyfajta ilyen moralizáló változatát, tehát amikor oda jutunk, ugye, hogy a Marx azt akarta, hogy ne legyenek hajléktalanok. Tehát ugye, amikor itt tartunk, akkor kinek kell egy Althusszer, aki azt mondja, hogy Marx antihumanista volt, hát ugye senkinek. Vagy kinek kell egy olyan Marx, azt kritizálja, hogy a baloldal az akadjon le az ökonomista és ilyen pozitivista közgazdaságtani gondolati alapokról. Kinek kellett egy ilyen Althusszer? Senkinek nem kellett. Tehát az igazság, hogy egyik oldalról először torzan hozták be, másik oldalról meg azt hiszem nem kellett senkinek az, amit ő igazából kritizált. Nem tudom, ez egyetet. Jó, én itt ezen a ponton szívem szerint átadnám a közönségnek akár a mikrofont, hogyha nem. És ha valaki kérdezne valami olyasmit, amit nem sikerült még kimerítően tisztázni, alig-alig akkor ilyen kérdés. És még kíváncsi a munkára, a szerzőire, előéletükre, utóéletükre, megpróbálom a legjobb tudásunk szerint válaszolni. Amennyiben nincs ilyen, akkor én kérdezek egy utolsót, eleg utolsó tényleg. Van a magyar kötethez Etienne Balibert, a kötet egyik akkori szerzője, egy nagyon szép és hosszú, magyarázó utolsót fűzött. Emiatt is különleges ez a kötet. És ennek a utolsónak az utolsó mondatán, utolsó oldalán van egy kijelentés, amit szándékosan félig fog csak idézni, hogy annál provokatívabb legyen, és a következőképpen hangzik ez a munka. Ez az idézet erre a kötetre vonatkozik. Úgy szól ez, tisztában kell lennünk azzal, hogy szinte semmi, amilyen műben szóhoz jutott, tisztában lehetünk azzal, hogy szinte semmit, amilyen műben szóhoz jutott, ebben nem lehet ma kifejezni vagy képviselni úgy, hogy annak idején formát öltött. Tisztában kellene azzal, hogy szinte semmit, amilyen műben szóhoz jutott, ebben a munkában itt nem lehet ma kifejezni vagy képviselni úgy, ahogy annak idején formát öltött. Egyetértek ezzel, ha igen, miért, ha nem miért. Hát ezt én azt gondolom, hogy mindenki olvassa a könyvet, és meg tudja önmaga állapítani. Valójában inkább az érdekes ebben, hogy ezt Balibert miért mondja. Ugye azért mondja ezt, mert ő, mint ahogy a legtöbb olyan gondolkodó, aki az althusszeri akkorból származott, és aztán később valami módon szembe sült vele, úgy kezeli ezt a művet, és ezzel tudnám talán zárásként igazából ajánlani mindenkinek, hogy amikor elkezdték a marxizmus kritizálni, és az marxizmus önkritizálját, akkor ugye nagyon könnyű volt megtalálni annak a legalacsonyabb szintű szellemi teljesítményeit. Tehát nem volt nehéz mondjuk Sztálin összes műveit föllapozni, és
vagy az itt elmondott úri embereket föllapozni, és akkor, hát az akkor ott meg lehetett mutatni, hogy te jó Isten, milyen szintre zűrett ez az egész. Na de az az igazság, hogy egy valódi kritikához kell a másik véglet is. Kell az a másik véglet is, amelyik azt tudja mondani, hogy na ez volt a marxizmus maximuma, amit ki lehetett belőle hozni, és akkor most nézzük meg, hogy na ehhez képest mi nem stimmel. És Balibel és a többiek ezt, konkrétan ezt az Althusser könyvet kezelték úgy, mint ami a marxizmusnak az a maximuma volt, aminél tovább már nem lehet elmenni. Tehát a maximum kritizálja, és amikor ezt az állítást megfogalmaz a Balibel, akkor arra gondol, hogy a maximumot sem lehet már folytatni, legalább szerinte, és akkor kíváncsiak mi az idézet folytatása, mert biztosan valami olyasmi, hogy de mégis nem lehet figyelmen kívül hagyni, de hogy ez valami ilyesmi lehet a tört. Persze ezt szokták az emberek mondani régi könyvekre, régebbi könyvekre. Nem tudom. Tény az, hogy az Althusseri gondolata maga tisztaságában nem folytatódott, szemben más iskolákkal. Maga az a gondolat például, amelyet Althusserhez fűznek sokan, hogy a marxizmusra magára kell alkalmazni, a marxizmus az a Karl Korstól származik 1923-ból, és más tradíciókban ez a dolog folytatódott természetesen, de Althusser hatása és Althusser iskola hatása az továbbra is hat, egyrészt maguk a szerzők is tovább írnak, a legjobban a Rancière-nek a Le Son d'Althusser című könyvében látszanak ezek a folytatási lehetőségek és lehetetlenségek, nagyon kiváló könyv. Szállt is számtalan nyelvre van fordítva, magyarra még nem. És én azt hiszem, hogy ennél azért kicsit optimista. Én azt gondolom, hogy az emberi tisztaságra való törekvés és a fogalmiságnak az a merevsége, ez nagyon gyakran igenis jót tesz a gondolatainknak, különösen, hogy valóban, amit leginkább ismerünk ma Magyarországon, az mind a pozitivizmus, mind a historizmus hibájában osztozik, mint például a világrendszer elmélet. Ugyancsak van folytatása a marxista humanizmusnak különféle módokon. Na most, ugye egyébként a marxista humanizmussal való szembenállásnak egy rendkívül fontos dokumentumát még a rendszerváltás előtt képviselte Bence György és Kis János a marxizmussal leszámoló kritikai művében, és Márkus Györgyei úr a művében, ez kifejezetten nem a humanista marxizmus álláspontját képviseli, nem beszélve a későbbi munkáikról. Úgyhogy itt volt itt mindenféle, és még lesz is mindenféle. Úgy tűnt, na most a legérdekesebben a dolgon, hogy beszéljünk. Úgy tűnt sokaknak Kelet-Európában, hogy a marxizmus karrierje 1989-ben befejeződött. És nem csak azért fejeződött be, mert megbuktak a szocialista rezsimek, hanem azért, mert a szocialista rezsimeknek, mint ellenfélnek a letűnésével megszűntek azok a kényszerek, amelyek a munkásmozgalmat életben tartották nyugaton, és a stratégiai kényszerek, és az igaz is, hogy a régi módi munkásmozgalom valóban megszűnt. És az érdekes viszont éppen az, hogy a valódi régi módi munkásmozgalomnak a megszűnése, vagy a csődje, a szovjet típusú rendszerek bukása és eltűnése egyáltalán nem tette fölöslegesen a marxista elemzés, sőt. Úgyhogy ilyen értelemben ezek a jóslatok egyáltalán nem váltak valóra. A marxizmus egy olyan elképesztő szellemi föllendülésnek örvend, amelyet a II. Világháború óta nem láttunk. Soha. Tehát ez lényegében 2000 után váltott át, ez egy rendkívül érdekes fordulat, de persze ez kulturális értelemben és politikai értelemben egy egészen más helyzet, és erről kell egy szó, csak egy szót szólnom már. A marxizmus a klasszikus formájában, ilyen és olyan áramlataiban, a frankfurti iskolától és a kritika elmélettől eltekintve mindig a munkásmozgalom
része volt, és a Munkásmozgalom speciális közönségéhez beszél. Hogy egy félrevezető analógiát mondjak, pont abban az értelemben, hogy valaki, aki elolvassa Aquinói Szent Tamást, sose fogja megérteni, hogyha nem veszi tudomásul azt a kulturálszociológiai tényt, hogy Tamás az egyházhoz beszél. Nem laikusokhoz, nem hozzánk hitetlenekhez, nem hozzánk erkölcstelen, promiszkus, mindenféle modern emberekhez beszél, hanem szerzetesekhez, papokhoz, keresztény házasságban élő emberekhez beszél, egészen más típusú emberekhez, mint akik mi vagyunk. Ugyanez a helyzet a klasszikus marxizmussal. Nem Marxsal, a klasszikus marxizmussal, az 1914 utáni klasszikus marxizmussal. Ez a helyzet. Igaz, ugyan a legfőbb marxista gondolkodókat a pártok, nem csak a kommunisták szeretném hozzátenni, a szociáldemokraták is kitaszították magukból, kivétel nélkül nincsen jelentős gondolkodó, aki végig benne maradt volna a pártban, marxista gondolkodó, miért nem ismerünk, és bár meg kell mondanom, hogy Molnár Erikről egyáltalán a rossz véleményre mondtál, miért érdekes könyveket, ő pedig végig benne van a pártban, igen, mindig vannak kivételek. Tény az, hogy itt egy új perspektíva alakult ki ebben az értelemben, és ez a perspektíva se olyan nem lett, ahogyan a haladás paradigmát képviselő marxista-leninisták képzelték mondjuk 1954-ben, sem pedig úgy, ahogy a triumfalista antikommunisták képzelték 1989-ben, se egyik nem lett, se a másik nem lett, ami egészen más lett, ez amit most élünk, és ami rendkívül érdekes, habár nem túl vidám. Köszönöm. És akkor a Balibár idézett gondolatban így folytatódik, tehát semmi nem képviselte ebből a könyvből, de azt is látnunk kell mondja, hogy semmi, ami egykor problematizálás tárgyává vált a marxizmusban, a szó szigorú értelmében nem tud tisztán és egyszerűen eltűnni a gondolkodás horizontjáról. Azt gondolom, hogy abban egyet értünk, hogy ez a könyv ilyen. Köszönjük a figyelmet!